A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit december 26-án karácsony kedjén egy Paletta magazin extrában. Mai adásunkban, ebben az adásban advent ünnepén olyan fehérvári kulturális eseményekkel készült összefoglalókat láthatnak, amelyek szervesen kapcsolódnak az ünnepkörhöz. A Vörösmarty Színházban advent első vasárnapján ez évben is megrendezték az Új Szövetség Maratont. A felolvasó napói Jézus és az apostolok tanításait osztották meg egymással a résztvevők. Fellobbant az első gyertya lángja a Vörösmarty Színházban is, amelyet idén Varga Tamás országgyűlési képviselő, Cserpakovics András polgármester, Szikora János a teátrum igazgatója és a történelmi egyházak képviselői, Ugrics Tamás püspöki irodaigazgató, Berze János református lelkész és Bence András evangélikus püspök helyettes közösen gyújtottak meg, majd a hagyományokhoz hűen immár 11. alkalommal vállalkoztak arra a fehérváriak, hogy egymást követve a színpadon megidézzék a négy evangélium történetét az Új Szövetség Maraton keretében. Fontos az, hogy létezzenek ilyen hagyományaink, hiszen ezek az értékeinkről, az örök értékekről szólnak, és az is fontos, hogy ezeket életben tartsuk. Ehhez persze kell a színház, amelyik ezt megszervezi, mint lehetőség, és kellenek azok az emberek, akik a következő órákban eljönnek, és 10-15 perces időközönként olvasnak az Új Szövetségből. És azt hiszem, hogy ez tényleg az adventet egy nagyon méltó lelki keretben indítja el. Ugye ilyenkor szintén hagyományainak megfelelően folyamatosan gyulladnak meg az első gyertyák a város különböző eseményein. Szombat délután a püspökség nyitja meg kapuit, és a püspökség udvarán kialakított kis adventi lelki térben kerül sor az első gyertya meggyújtására, aztán Vörösmarty Színházba itt az Új Szövetség Maraton reggelét, és aztán pedig este a város első gyertyáját is meggyújtjuk majd a főtéren. Én azt érzékelem, látom, hogy ezt nagyon várják az emberek, és szerintem pont azért, mert fogékonyak az örök értékre, a lehetőséget kell megadni számukra, hogy ezt ki is fejezhessék. Például úgy, hogy felolvasnak a Bibliából. A különleges lelki esemény 2012 óta vált hagyománnyá Székesfehérváron. Egyre többen gondolják úgy, hogy az ünnep meghittsége felemel, és ehhez hozzájárul a találkozó bensőséges hangulata is, amelyre ebben a konfliktusokkal, háborúval terhelt világban nagy szüksége van az ember fiának. A legfontosabb a béke üzenete, amit meg kell hallanunk ma az Új Szövetség Maratonon is, mikor ide indultam, éppen az ukrajnai háborúról volt szó ismét a rádióban, és azt hiszem, hogy szinte bármilyen pillanatban kapcsolunk be, bármilyen hírközlőeszközt, vagy tekintünk egy honlapra, az ukrajnai háborúról és az ukrajnai konfliktusról olvasunk, és minden katonai jellemző ma már egy hangon szinte azt mondja, hogy ez a háború már csak életeket olt ki előre. Egyik fél sem tud jutni. Tehát amit mindenről el kell érnünk, az a tűzszünet és a béketárgyalás, hogy ne halljon meg több ember az orosz-ukrán konfliktusban. A kezdeményezés Szikora János, a Vörösmarty igazgatója álmodta meg és hívta életre, akinek meggyőződése, hogy egy nagyon fontos kérdést senki nem tanít meg nekünk, hogy hogyan kell élni, és erre jobb választ nem kaphatunk, mint az evangéliumokból Jézus élete tanításai alapján. A Kisherceg című ifjúsági regényben van egy nagyon szép mondat a hercegnek, aki azt mondja, hogy nagyon fontos tudnom azt az időt, amikor valakivel találkozok, mert tudnom kell, hogy mikor öltöztessem ünnepbe a lelkemet. Tulajdonképpen az advent első vasárnapja is annak a periódusnak az első állomása, amikor az emberek, a hívő emberek ünnepbe öltöztetik a lelküket. Az ünnep az közeleg, rövidesen itt van, és az nagyon fontos, hogy a lelkünk
megfelelő elmélyültséggel várja. Tulajdonképpen mi ehhez szerettünk volna a magunk eszközeivel hozzájárulni, és ahogy visszagondolok az elmúlt évek hangulatára, meg arra, ahogyan az emberek akár hallgatóként, akár olvasóként részt vesznek ebben az eseményben, az mindenképpen egy olyan számomra mindig megrázó pillanat. Jézus megérkezés egyben beteljesedés is, és erre hangolódva a bizonyságot nyert, hogy szükségünk van a tanítására, a hitre, a hétköznapjainkon és az ünnepeinken egyaránt. Ahogy Jézus elérkezik az emberekhez, az nagyon érdekes. Azt mondja János evangélium, hogy az ige testé lett. Ez mindig a második részét hangsúlyozok, hogy testé lett, és nagyon jól tesszük ezt. De azt is kellene hangsúlyoznunk, hogy az ige lesz testé. Hogy előbb van a szó, a gondolat, az isteni, és utána van a test. Abból következik a test. Abból következik az anyag. Ez az út, ahogyan az ige testé lesz, az minket megerősít az ember voltunkban. Ahogy Jézus eljön hozzánk, megerősít abban bennünket, hogy az ember voltunkat nem csupán az anyagi matériákban éljük meg, hanem sokkal inkább éljük meg abban, hogy kapcsolatunk van a mennyei atyával. Erről szól Advent, hogy ez az út felénk hogyan teljesedik be. A katolikus egyház számára is megerősítést jelent, hogy esztendőről esztendőre egyre többen élnek a lehetőséggel, és tesznek hitet az új szövetségben megfogalmazott gondolatok mellett. Nagyon fontos a katolikus egyháznak Isten szentírása, az a szöveg, amely megérinti a szívünket, amely tulajdonképpen az örömhír. Adventi szent időben minnyájunk számára örömhír, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta oda érte. Hallani kell az Isten szavát, hallani kell az Isten igéjét, különösen ebben a zajos, rohanó háborúkkal tele világban, amely ige békét hirdet, amely ige szeretetet hirdet, és amelynek igének nem csak tartalma van, hanem ereje is van. Nem csak hordoz egy üzenetet, hanem képes arra, hogy az emberben, emberi közösségekben meg is valósítsa. Ezt hirdetjük, ezért olvassuk fel Isten szentírását, a Bibliát, ezért tartjuk fontosnak, hogy minél több ember hallja azt az üzenetet, amely az égből jön, Istentől jön, amely hallható, megérthető és tettekre is váltható. A szentírás az Istennel való találkozásra készít fel minket. Hallgatjuk azt a nagyon szép történetet, amivel az Isten fia eljött először 2000 évvel ezelőtt közénk. Péter apostol az első levét azzal kezdi, hogy emlékeztetéssel ébrezgetlek benneteket. Nagyon örültem, mikor ezt a szakaszt olvashattam a Bibliában, hiszen advent első vasárnapja is van egyben, és ez az ünnepkör, advent és karácsony, a legfontosabb üzenete, vagy egyik legfontosabb, hogy fölébresszen bennünket abból a lelki, szellemi renyhességből, tunyaságból, amire hajlamosak vagyunk a hétköznapok sűrűjében és elfoglaltságaiban, hogy régi igazságokra emlékeztessen bennünket ez az ünnep, arra az örömre, amit Isten Jézus Krisztusban készített nekünk. Felolvasások között a Vox Mirabilis kamarakórus és a Herman László zeneiskola növendékeinek muzsikája tette még inkább meghittebbé és különlegesebbé az eseményt. Az egyedülálló programra évről évre egyre többen jelentkeznek, így hangolódva a kereszténység szent ünnepére, mert ezen a napon a közösség színházában a színpad nem csak a színészeké, hanem mindenki élet, a szóé, a gondolaté, a szellemé és mindazoké, akik ezt megszólaltatják. A Szent István Művelődési Házban mutatták be Satman Ferenc Jézus 33 tanítványa, papi életutak a 20. század második feléből című könyvét. A kötetben Fejér megyei lelkipásztorok mindennapjaikat követhetjük nyomon a szocializmus évtizedeiben. A Szent István Művelődési Ház adott otthon Satman Ferenc, Jézus 33 tanítványa, papi életutak a 20. század második feléből című portrékötete bemutatójának.
A kötet előszavát Spány Antal megyés püspök jegyzi, aki köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a papság lényege egyetemes, ugyanaz volt fél évszázaddal ezelőtt is a megidézettek életében, mint ma. Ugyanakkor a körülmények, a mindennapi élet feltételei, behatároló tényezői rengeteget változtak. A 20. század második felében, a szocializmus éveiben valóban az egyház sok próbatételnek volt kitéve, és ezt elsősorban a papok érezték magukon, és azok a keresztény hívek, akik próbáltak hitvalló módon élni. A 21. század érdekes módon egy új jelenséget hozott, sokféle híresztelés, sokféle beszéddel próbálják az egyháznak, az egyháziaknak a hitelét elvenni. Ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy hiteles visszaemlékezések és levéltári kutatások alapján sikerül bemutatni éppen 33 papnak az életét, akik kiváló jellemek voltak, akik jó lelkipásztorok voltak, akik mély nyomokat hagytak az emberek lelkében, és akikről az emberek úgy érezték, hogy a próbatételekben ott vannak mellettük. Örülök, hogy ezt a könyvet ennek a 33 derék kiváló papnak az élettörténetét, az ő életüknek egy-egy fölvillanását megörökíthetjük és kezébe adhatjuk a fiatal papoknak, akik talán őket nem is ismerték személyesen, vagy csak hírből hallottak róluk, de az ő példájuk talán segíti őket abban, hogy ne csak rácsodálkozzanak, hanem a példájukat kövessék is. Mózesi Gergely, az egyházmegyei gyűjtemény igazgatója kiemelte, a kommunista államhatalommal szembe kerülő börtönviselt papokról, illetve megalkuvó egyházi személyekről az elmúlt 30 évben több könyv is megjelent. Azonban a szürke eminenciásokról, a mindennapok tevékeny hőseiről alig született visszaemlékező írás, ezért is hiánypótló ez a kötet. Satman Ferenc 33 papi életutat mutat be. Azt mondhatnám, hogy a papság derékhadából. Ezt a fogalmat azt hiszem, hogy illik megmagyarázni. Gyarmati György, az állambiztonsági levéltár egykori főigazgatója arról beszélt több ízben, hogy az egyház történeti kutatások vagy a vértanukra, a szenvedőkre fókuszálnak, vagy az elbukókra, a lapszikra, a kollabonásokra, az ügynökökre. És hogy nagyon keveset tudunk a köztes masszáról, arról az általa 80%-ra becsült derékhadról, aki igazából mozgatja az egyház életét. Persze ezek a kategóriák sosem ennyire élesek és lehatárolhatók. Ebben a kötetben szereplő 33 életút közül is van olyan, aki börtön viselt, vagy vizsgálati fogságot szenvedett el, és van olyan is, aki békagyűléseket is látogatott. Igaz, hogy a késő időben is akkor, amikor ennek már sok tétje nem volt, de mégis azt mondhatjuk, hogy a papság derékhadát alkotók, akikhez közel lehet menni, akik azzal együtt, hogy nem csinálnak talán különleges dolgokat, mégis példaadóak, mégis mintát adnak a mai időnek, leginkább talán a hűségükkel. Satman Ferenc könyve azoknak a római katolikus papoknak kíván emléket állítani, akik a katolikus egyház legnehezebb időszakában szolgáltak a szocializmus évtizedeiben. A szerző az évekig tartó levéltári kutatómunka alapján megerősítette, a papság legalább 80%-a közéjük tartozott. A kötet nekik, a nagy többségnek állít emléket a Székesfehérvári Egyházmegye 33 kiváló lelkipásztorának bemutatásán keresztül. Azt szerettem volna, hogy a ma papjai számára is többek között példát mutassunk, és mutassuk be azokat az atyákat, akik a szocializmus évtizedei alatt sokszor nagyon nehéz körülmények között, de kitartottak, hirdették az evangéliumot, közel tudtak kerülni a hívekhez, népszerűek voltak, és ezáltal ma is szívesen emlékeznek rájuk, akár az idősebbek, de akár a középkorúak is, akik mondjuk annak idején hittanosaik, minisztránsaik voltak ezeknek az atyáknak. Szóval mindenképpen megérdemlik azt, hogy egy emléket állítsunk számukra egy ilyen kötetben. Ez megerősítést jelent a hittel élőknek, megerősítést jelent a papoknak is, jól gondolom? Hát mindenképpen, hiszen hogyha most már a Fehérvári Egyházmegyének sajnos jóval kevesebb lelkipásztora van, és sok prébániát kell nem egy esetben ellátni egy atyának, de hogy
annak idején, amikor lehet, hogy nem kellett annyi helyre mennie egy atyának, de más problémák voltak, akár az államhatalom részéről, meg a közlekedési nehézségek, meg autóik nem voltak, meg mindenféle próbatételek voltak, és ők talpra esettek voltak, és megtalálták azt az utat, hogy tudják mégis lelkiismeretesen ellátni az adott plébániát, közel kerülni tényleg a hívekhez, a Jézusi örömért hirdetni, szóval ez mindenképpen a mának is szól. A hiánypotló munka, amely hitelesen mutatja be a lelkipásztorok életútját, megerősíti, hogy a hit, az elkötelezettség a még oly nehéz időszakban is tiszteletre és kitartásra szólít. Rendkívüli méltóságú és szeretetteljes hangulatú adventi jótékonysági estet rendeztek a Szent István Művelődési Házban. A gyűjtés eredményeként 1 millió 450 ezer forinttal segítették a kárpátaljai intézményeket. Csillagó harmatot! 17. alkalommal rendezték meg azt az adventi jótékonysági estet a Szent István Művelődési Házban, amely évről évre határon túli magyar intézmények támogatását szolgálja, és amely ebben az esztendőben a katolikus Munkácsi Szent Erzsébet Caritas és a református Kárpátaljai Református Egyházkerület Mandulafa idősek otthona javára valósult meg. A szervezők Prekrit Judittal az élen idén is jelesre vizsgáztak. A magyar népi kultúra és énekművészet legrangosabb képviselőit sikerült megnyerniük, akik már számtalanszor bizonyították, hogy szívügyük a határon túli magyarság segítése. Az advent egyet jelent a jótékonysággal. Nem csak a magunk adventjére gondolunk, nem csak a magunk karácsonyát készítjük, hanem éppen a hitünkből kiindulva érezzük azt, hogy a szeretet arra sürget bennünket, hogy legyünk jótékonyak, érezzünk együtt másokkal, segítsük azokat, akik nálunk nehezebb helyzetben vannak, és akiknek számít a mi együttérzésünk, szeretetünk, és az a támogatás is, amit tudunk adni. Nagy öröm számomra, hogy itt Székesfehérváron sok-sok éve hagyományszerű, hogy advent elején egy ilyen jótékonyságú estel próbáljuk meg segíteni azokat a keresztény közösségeket, akár protestánsok, akár katolikus közösségeket, amelyek rászorulnak a mi támogatásunkra. Mindig nagy gonddal vannak kiválasztva ezek a közösségek, és nagy örömmel juttatjuk el nekik azt a támogatást, amelyet az idejövő emberek szívesen és örömmel adnak a számukra. Tejbak József a Református Egyház Dunántúli Református Egyház kerületének püspöke számára esztendőről esztendőre megerősítést jelent az összefogás. Nagyon hálásak vagyunk évről évre, most különösképpen, hogy Prekrit Judit testvérünk és a szervezők megszervezték újra ezt az alkalmat. Tudjuk, hogy a járvány miatt egy ideig kimaradt ez az alkalom, és hát a kárpátaljai testvéreknek, mind a református idős otthonnak, mind pedig a Munkácsi Szent Erzsébet Caritasnak nagy szükségük van a háború idején a segítségre. Hadd mondjam el azt, hogy egy héttel ezelőtt jártunk püspöktársaimmal együtt Kárpátalján, és hát megrendítő volt, amit ott láttunk. Hordozzuk imádságban az ottani testvéreinket. Arról nem is beszélve, hogy közel 80 lelkipásztorunkat hűséggel, családjukkal együtt helyt áll, és hát közben működtetik az intézményeket, szociális és közoktatási intézményeket. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy ezen az estén gondolunk rájuk, és a fellépő művészeknek is hálás szívvel köszönjük ezt a segítséget, támogatást. Az a több mint 100 jó szándékú vendég, akik elfogadták a meghívást, s eleget tettek az adománygyűjtő szándéknak, bizonyították, hogy mindig megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ezt közvetítették, üzenték határon túli magyar testvéreinknek is. A jótékonysági egy zárásaként bejelentették, hogy az idei gála is sikerrel zárult, összesen 1 millió 452 ezer forintnyi támogatást gyűlt össze a kedvezményezett intézmények javára. A Szent István Művelődési Házban nyílt meg a Betlehemi Szép Csillag kiállítás.
A tárlaton idén 168 alkotást tekinthettek meg az érdeklődők. Ebben az esztendőben is a Szent István Művelődési Ház adott otthont a Betlehemi Szép Csillag pályázat megnyitó ünnepségének és a kézműves alkotók kiállításának, akik hallgattak a hívó szóra és alkotásaikkal idén is hozzájárultak az adventi ünnepkör megható pillanatainak felidézésével a karácsony méltóságának megőrzéséhez. A kiállítást Ugrich Tamás püspöki irodaigazgató nyitotta meg. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. A szeretet tartja össze a világot, közösségeinket és családjainkat is. Ezt a szeretetet nem az utcán találták az emberek, nem is a boltban vásárolták, ezt a szeretetet Jézus hozta el közénk. Ez a szeretet érinti meg minden hívő és minden jó szándékú ember szívét, amikor önmagára, családjára, szeretteire, és talán az egész világra is gondol. Jézus szeret bennünket, és Jézus szeretetet hozott el közénk. Ezért azt gondolom, hogy azok a művek, amelyeket majd látni fogunk, elsősorban a hitnek és a szeretetnek művei. Azt hirdeti, hogy Jézus nem a múlt, nem pusztán egy történelmi személy, akire vissza lehet emlékezni. Jézus él, Jézus jelen van, Jézus szeretetével most is hatással van a világra. A művek, amelyeket látni fogunk, tulajdonképpen ezt a jelenlétet, ezt az élő valóságot, ezt a szeretetet hirdetik, amely azért örömhír, mert mindenki számára elérhető, mindenki számára közel van. Az a történet, amely Betlehemben elkezdődött, átjárja az egész világot. Az a történet egészen egyszerű, egészen szegényes, szerény körülmények között indult. De ebből a történetből indul minden emberi történet, amely hitben, szeretetben akarja élni az életét. Ezek a művek, ezek a betlehemek hirdessék, hogy Jézus él, Jézus közöttünk van, Jézus szeret minket, nem csak a múlt része, hanem életünk, családunk része is. Így kívánok a művekben, de talán még inkább alkotóikban tiszta, Jézustól, Jézus szeretetétől fakadó örömet, amely járja át adventi időszakunkat, és járja át életünk minden napját. Szenci Jánosné a pályázat életrehívója, a Fehérvári Kézműves Egyesület elnöke számára kiemelten fontos ez az ünnep, amely megerősítést ad a teljes esztendő közös munkájához, mert a tárlat olyan szívből jövő munkákat ajánlott a figyelmükbe, ami egy olyan jövőképet mutat, amelynek mentén bizonyosan emberhez méltó módon ünnepelhetünk a még oly felgyorsult világban is. Most tényleg nagy szabású a kiállítás, mert máskor 50-60-70 Betlehem szokott érkezni pályázaton, most viszont 180 érkezett, és mi is megdöbbentünk a mennyiségen. Ebből 168 alkotást ki is állítottunk itt a művelődési házban. Milyen új stílusok jelentek meg, hiszen látunk nagyon sokszínű ez a tárlat. Igen, mi is meglepődtünk, mennyi természetes anyagot felhasználtak a gyerekek. Ami új, hogy miniatúrák jelentek meg, tehát itt például ebben a tárlóban egész pici figurákat készítettek, vagy még van máshol is téve. Aztán, ami nekünk még nagyon tetszett, hogy szabad kézi rajzok, tehát nem fénymásolással és kiszínezve, hanem gyerekek rajzolták meg a figurákat, és azt díszítették kellőképpen. Aztán nagyon szép térbeli elhelyezett dolgok vannak, szóval más és más megközelítésben láttuk most a betlehemeket. Váci Márk gondolatsorában olyan kézműves víziókat fedett fel, amelyek az általános iskolások és az iskolázott művészek alkotásaiban is felfedezhetőek, és kiemelik az advent időszakának várakozása teljes szépségét. A Fehérvári Kézművesek Egyesületénél ez már hagyomány, több évtizedes hagyomány, maga Betlehemi Szép Csillag kiállítás,
és ahogy itt elnök asszonytól, Szentszínén Zsuzsától hallottam korábban, idén különösen nagy számban érkeztek alkotások, rekordmennyiségű, majdhogy nem 200 mű érkezett be erre a pályázatra, amelynek a célja és amelynek a lényeg, ugye magát a Betlehemet, a születési jelenetet megörökíteni, Jézus Krisztusnak a földre megszületését, az, hogy emberré lett értünk emberekért, bűnös emberekért, hogy megszületett Szűz Máriától, és azokat az eseményeket, amelyek a születését követik, tehát mind a pásztorok, mind a bölcsek imádása, az angyal megjelenése, a betlehemi csillag, amelyek meghatározzák ezeket a kompozíciókat, ezeket az alkotásokat. A pályázatnak a köre és az alkotóknak a köre is meglehetősen nagy és széles, hiszen ha a korosztályt nézzük, akkor az iskolás, óvodás gyerekektől kezdve egészen a nyugdíjas korosztályig megjelennek itt az alkotók. Profi kézművesek, illetve amatőrök egyaránt, tehát olyan lelkes gyerekek például, vagy felnőttek, akik szívesen készítették ezeket az alkotásokat. Nyilván ez a profikra ugyanúgy érvényes. A Fehérvári Kézművesek Egyesülete tagjainak az alkotásait egy külön teremben láthatjuk, pontosan azért, hogy tudjuk, hogy mivel járulnak ők maguk hozzá ennek az egyesületnek a munkához és ez a kiállításhoz. Mindenképpen érdemes egyébként végig tekinteni ezt a több mint 150 kiállított alkotást, főleg abban az évben, amikor az első Betlehem állításának a 800. évfordulójáról emlékezünk meg a világban, és ez Magyarországon is nagyon fontos, hiszen Assisi Szent Ferenc kezdeményezése a ferences atyák révén jutott el Magyarországra, így Székesfehérvárra is, és azt gondolom büszkék lehetünk arra, hogy a mai napig is köztereinken láthatjuk ezeket az akár élő, akár előre berendezett bábukkal elkészített betlehemeket, illetve hogy ezek a betlehemek természetesen az otthonainkban is ugyanúgy megjelennek és hozzátartoznak az adventi várakozáshoz. Kun Magdolna egy versében visszaköszön a betlehemi szép csillag kiállítás üzenete, okulásul a mának, az adventi gyertyákban fellobbanó láng koldusra és királyra is mennyei fényt ad. DNS Ottó tanár úrra emlékeztek a Szent István Művelődési Házban, az esten felolvasással, filmmel idézték meg a kultúra polihisztorának életútját. Amit tovább örökít, DNS Ottó. A három éve elhunyt DNS Ottó, Proczi Vitáte díjas és a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatával kitüntetett tanárra, íróra, képzőművészre emlékeztek a Szent István Művelődési Házban. Jakubak Tiborné a művelődési ház igazgatójának köszöntője után Bakonyi István, Kovács Imre Attila és Vakler Lajos emlékezett vissza az utolsó, klasszikus értelembe vett polihisztorra, illetve Cserta Gábor, Takács László idézték meg dalaikkal emlékét. Három évvel ezelőtt vele egy nagy nemzedék távozott Székesfehérvár szellemi életéből, nem csak Fehérvárból, hiszen országos szintű szerzőkről van szó, most Sobor Antal, Román Károlyról gondolok többek között, és persze Diás Ottóra, aki abban is különbözött a többiektől, hogy talán a legtöbb mindennel ő foglalkozott, hiszen költő volt, író volt, filozófiához is nagyon közel jártak az ő gondolatai, pontosan a filozófikus tartalmak voltak az esszéiben, és hát itt mögöttem a képei láthatók, tehát képzőművészként is jelentőset alkotott. Arról nem is szól, hogy tanár is volt, és nemzedékeket nevelt az ő nagyszerű módján. A közéletben is részt vett, hiszen annak idején dolgozott a megyei közgyűlésben, szóval egy olyan sokrétű embert idézünk ma meg, akinek egyébként nincs most különösebb évfordulója, de én azt gondoltam, hogy évforduló nélkül is kell rá emlékeznünk. Tehát olyan embert idézünk meg, aki, hát azt hiszem, nyugodtan mondta, hogy ő polihisztorként vett részt a mi kulturális életünkben. Bár nekem úgy fogalmazott, hogy polihisztor, de azt hiszem, hogy valóban nagyon-nagyon fontos része volt Székesfehérvár életének. Viszont beszéljünk egy kicsit a Krokodil torkában című kötetről. Ez volt az egyik olyan utolsó kötet, ami tulajdonképpen egy összegzés. Hála Istennek, ezt megértem még. Ez egy olyan összegzés, ami több mint könyv. Ez egy album tulajdonképpen, amiben ez a nagyon gazdag pálya, ami irodalomban, filozófiában, esszében, képzőművészetben jellemezte. Ez ugye együtt van jelen. Revák István szerkesztette ezt a kötetet értő módon, tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen nagyon, nagyon méltó lezárása volt annak a pályának, ami még azért tartogathatott volna számunkra érdekességeket. Földi Mennyországban legöregebb puttó, 70 évet kész.
Kovács Imre Attila pályatársként mélyen szántó gondolatokkal, versekkel tett hitet, pályatársa egyedülállóan jövőbe mutató, sokszínű munkássága előtt. Dienes Otto egy meghatározó személyisége volt Székesfehérvárnak. Ő a maga visszafogott szerénységével ezt nem mindig tudta éreztetni a környezetével, ez egészen addig tartott, míg meg nem szólalt. És a mosolya mögül ki nem jöttek azok a mondatok és gondolatok, amiket talán még ma is őrzünk. Mi az, ami leszűrhető így három esztendővel a halála után, hiszen tudjuk, hogy nem feledjük őt, hiszen visszaköszönnek a gondolatai is, de miért fontos, hogy emlékezzünk rá, és arra a hiteles emberre, aki, ahogy említettem már, bizonyos vagyok benne, hogy Fehérvár kulturális életéből nagyon-nagyon hiányzik. Talán ő volt az utolsó generáció, akik sajnos már nincsenek köztünk. Miközben teljesen beleillett a provinciába, itt most jó értelemben használom a szót, egy abszolút európai jelenség volt. Tehát a személyében összekötötte az európai igényszintet, itt Európa alatt elsősorban ezt értem, egy igényszintet, egy gondolati fegyelmet és következetességet, ugyanakkor játékosságot is, összekötötte a hely szellemével, a provinciával. Azt hiszem, ez a két arcúság vagy két értékűség emelte őt sokunk fölé. Köszönöm szépen. Mi a különleges Hanvas Bélában és Várkonyi Nándorban? Hát ami tovább visz bennünket, ami ad nekünk. Megtanít bennünket egyrészt gondolkodni, megtanít bennünket arra, hogy a látható és a láthatatlan világot azt ne vágjuk ketté. Pakler Lajos a Fehérvár Média Centrum munkatársa, aki az elmúlt 20 évtizedben végigkísérte Dienes Otto alkotói pályafutását, számtalan interjúban ismertette meg a közönséggel írásait, illetve képzőművészeti alkotásait. Ezúttal az egyik kulcsműve a Krokodil torkában című kötet megjelenését követő beszélgetéssel emlékezett. 1974 óta ismerem Dienes Ottot, hiszen a Teleki Blanka gimnáziumban tanított angolt nekünk. Utána viszont az újságírói pályafutása még legszínesebb egyénisége, a Fehérvár kulturális életének egy meghatározó alakja volt, és nem csak mint filozófus, tanár, író, hanem festőművészként is. Meg annyi beszélgetést készítettem vele annak idején, és mind meghatározó volt a mai napig, hiszen ő a múltat is tudta úgy elemezni, hogy az hiteles maradjon, ugyanakkor az összes olyan írása a jövőnek is szólt, annál is inkább, mert hogy festőművészként egészen különleges stílust képviselt. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen beszélgetés, illetve egy ilyen találkozó megerősíti, hogy sok-sok Dienes Ottóra lenne szükségünk a közeljövőben legalábbis. Mivel idézitek meg ma este az emlékét? 2018-ban jelent meg az a könyve, ami az utolsó volt, ez egy tulajdonképpen egy összegzés számára a Krokodil torkában, és számtalan olyan kérdéskörben fogalmazott meg gondolatokat, milyen szántó gondolatokat, amelyek egyébként nagyon fontosak, és ugye számtalanszor volt vendégem a Fehérvár Televízióban, úgyhogy ezt most elővettük, okulásul szolgál szerintem mindenkinek. A zsúfolásig megtelt Szent Imre terem vendégei számára a méltósággal teli esten bizonyosan megerősítést jelentett, hogy újra megélhették, illetve megérthették Dienes Otto egyedülálló emberi útját. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a következő esztendő első kedjén. Minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.